A II. Rákóczi Ferenc általános iskola Németkéri tagiskolája volt az első résztvevője a Zöldalma program keretében idén is megszervezett nyuszivárgó kézműves foglalkozásnak az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány Gesztenyés úti székházában. Az ünnepi készülődésre a második osztályosok érkeztek a tagiskolából. Több mint 8 éve szervezzük a Sóbarlangban a nyuszivárunkat. Ugye ez a Zöldalma programnak egy állomása. A Zöldalma programon belül ugye ez az utolsó előtti állomásunk. 5 általános iskola alsó tagozatos diákjai vesznek részt a programunkon. 35 fő jelentkezett erre a rendezvényre. Ők egy kis kézműves foglalkozás keretében vehetnek részt a programon. Ha végeztek a kézműves foglalkozással, akkor 20 percre át szoktunk jönni a Sóbarlangba, és itt is eltölthetnek egy kis időt. Báránykák készültek a nyuszivárón, alkotásaikat hazavitték a gyerekek, ki dísznek, ki ajándéknak szánta. Száraz Csenge Márta nem először vett részt zöldalmás kézműves foglalkozáson, azt mesélte, nagyon szereti a programot. Itt kézműveskedhetünk meg, hogy itt ilyen most is ilyen rizsbábukat csinálunk, meg kapunk ajándékot is. A Sóbarlang nem csupán a zöldalmás kézműves foglalkozások számára biztosít helyszínt, nagyon népszerű a paksi családok körében. Ezért döntött úgy az alapítvány, hogy átépíteti és kibővíti a szolgáltatási palettát. Június 1-től egy új Sóbarlangba jöhetnek a kedves vendégek, ami azt jelenti, hogy 1000 darab parajdi sótégla kerül lerakásra. Lesz egy 3 négyzetméteres külön sóhomokozó a gyerekek részére, lesz külön sarok a biotronlámpának, és lesz különböző érdekes dolog, tehát parajdi sósziklát fogunk még beépíteni a sóbarlangba, és egy sóionizátor fogja még a só páratartalmát növelni. A Sóbarlang a szervezet irodahelyiségébe kerül, az átalakítás költségeit az MVM Paksi Atomerőmű ZRT biztosítja. A sószoba újraépítését az alapítvány finanszírozza, a beruházás közel 2,5 millió forintból valósul meg.